Szeretettel köszöntök mindenkit. Az évközi 23. vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának 18. fejezetéből olvassuk. Jézus tanítja az apostolokat, és az apostolokon keresztül bennünket is tanít. Először is Jézus azt mondja, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Jézus hangsúlyozza, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy egymásra odafigyelünk, hogy felelősséget vállalunk egymásért. Ez abban is megmutatkozik, hogy ha látjuk, hogy ha valaki rossz útra tér, vagy valami rosszat tesz, akkor figyelmeztetjük őt. Ez a testvéri feddés, amit fontos, hogy szeretettel tegyünk. Fontos, hogy először is négy szem közt figyelmeztessük azt, akit figyelmeztetünk. Vagyis mondjunk nemet a megszólásra. Mondjunk nemet a pletykára. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozza azt, hogy a pletyka nagyon sok rosszat okoz. Ferenc pápa humorosan megjegyzi, hogy a pletyka ellen legjobb orvosság az, hogyha ráharapunk a nyelvünkre, mert akkor nem tudunk pletykálkodni. Fontos, hogy a közösségeinkben mondjunk nemet egymás megszólására, mondjunk nemet a pletykára. Ha látom azt, hogy testvérem rossz útra tér, ha látom azt, hogy testvérem valami rosszat tesz, akkor fontos, hogy négy szem közt szeretettel figyelmeztessem, vagy néhány tanút, néhány más testvért is megkérve közösen figyelmeztessük. De mindig a szeretet logikája szerint, mindig azért, hogy ezzel segíteni akarjuk őt a jó úton, alázattal, szeretettel, gyengédséggel, az igazságot szeretettel kimondva. Vagyis a keresztény közösségekben fontos, hogy meglegyen a testvéri feddés, és fontos, hogy nemet mondjunk a pletykára. Továbbá Jézus arra is tanít bennünket, hogy az, amit teszünk, az hatással van a környezetünkre. Sőt, hatással van egész életünkre. Hiszen azt mondja, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Amit ma teszek, annak hatása van a környezetemre, de hatása van az én örök életemre is. Hiszen egyszer majd Jézus előtt számot kell adnunk arról, hogy mit tettünk. Jézus azt fogja megkérdezni tőlünk majd, hogy szerettünk-e. És mindaz, amit szeretettel teszünk, az a környezetünket pozitívan formálja és alakítja. Felelősek vagyunk egymásért. Fontos, hogy a beszédünk, a cselekedetünk legyen építő. Tanúságtétellel, jó tanúságtétellel sokat tudunk segíteni embertársainknak. És ne feledjük el, hogy amit teszünk, egyszer azt Jézus számon fogja kérni tőlünk. Ez ne félelmet ültessen el a szívünkbe, hanem bizalmat és felelősséget, hogy az Úr bízik bennünk. Az Úr szabadságot ad mindannyiunknak, és arra hív, hogy ezt a szabadságot jól használjuk fel. Jól éljünk ezzel a szabadsággal. Mindig a szeretet és az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva, és egymást építve a tanúságtételünkkel. Végül Jézus azt mondja, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Csodálatos örömhír ez. Amikor együtt vagyunk, imádságban, Jézus nevében jövünk össze, akkor tudjuk, hogy Jézus velünk van. Velünk van, együtt imádkozik velünk. 16. Benedek pápa mondta egyszer, a keresztény ember boldog ember, mert a keresztény ember nem magányos ember. Tudja, hogy közösségben van testvéreivel. Tudja, hogy számíthat testvéreire. Imádságban legyünk együtt. Imádságban támogassuk egymást. Fontos, hogy imádkozzunk egymásért, és legyünk bizonyosak abban, hogy az Úr velünk van. A keresztény ember hétköznapi életében tehát fontos, hogy meglegyen az egymás iránti felelősségvállalás, az egymásra való szeretetteljes odafigyelés, és legyen meg az egység, mert tudjuk, ha ketten vagy hárman összejövünk Jézus nevében, ő ott van közöttünk. Egy családot, egy közösséget alkotunk. Fontos, hogy ezt a közösséget építsük felelősséggel, szeretettel, erre hív bennünket az Úr. Tartsunk egy kis csendet,
és ebben a csöndben imádkozzunk mindenkiért, és azért, hogy közösségeinknek építő tagjai lehessünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!